Az Aliplast könyvtárban olyan alumínium profilokból készült függönyfalakat és egyéb nyílászáró elemeket találunk, amelyek a valódi gyártmányok alapján készültek, így jóval egyszerűbben nyerhetők ki belőle a csomópontok modellezéséhez, kidolgozásához szükséges rajzok. Mivel a könyvtári elemek valós termékek alapján lettek fejlesztve, olyan funkciókat is tartalmaznak, mint az intelligensen az adott termékcsaládhoz kiválasztható üveg- és szántípusok vagy a méretkorlátok. A felhasználók számára így egyszerűbben kezelhető az egyes típusok kiválasztása, a méretek beállítása, ráadásul a végső konszignációs lista is a gyártói igényeknek megfelelő adatokat tartalmazza. Kezdjük az elején. A legegyszerűbb, ha az Aliplast honlapjáról letöltjük a könyvtárat. Itt nincs más dolgunk, mint belépni az Architect Zone-ba, majd regisztrálni. Ezután az oldalra belépve letöltjük a GDL installert a kívánt platformra, majd telepítjük. Telepítéskor a program felkínálja a lehetőséget angol, illetve magyar nyelvű könyvtárak telepítésére, valamint kiválaszthatjuk, hogy melyik verziójú ArchiCAD-re szeretnénk telepíteni. Telepítés után az Aliplast könyvtár bekerül az adott verzió könyvtárába. Ezután megnyitjuk az ArchiCAD-et és a könyvtár kezelő segítségével betöltjük a nyílászáró könyvtárat. Továbbiakban a függönyfal konfigurátort szeretném bemutatni. Ezt az ablak elemek között találjuk meg az Aliplast mappában. Helyezzük el a függönyfalat a tervezett helyre, majd a felhasználói felületen állítsuk be a kívánt paramétereket. Célszerű, hogyha van egy elképzelésünk a beépíteni kívánt függönyfalról. Első lépésként a külső méreteket állítsuk be. Szélesség, magasság, parapet magasság. Az alapbeállításokat a profilok lapon a profilcsalád kiválasztásával folytatjuk. A későbbiek során beállítható panelek, ajtók, ablakok idomulnak a függönyfal családhoz, így kifejezetten a rendszerbe illeszkedő elemeket tudunk betenni. Ugyanezen az oldalon állíthatunk be olyan tulajdonságokat, mint a külső-belső színezés, illetve a függönyfalba kerülő üvegek típusa és vastagsága. A méretek és nyitásirányok oldalon adhatjuk meg a függönyfal osztását, a bordák és lizénák helyzetét, a függönyfal alapsémáját. Az alapelem beállításánál a következő sorrendet érdemes követni. Először megadjuk a teljes függönyfal méretét, majd az egyes szakaszok méreteit. Ez balról jobbra és lentről felfelé haladva célszerű megtenni, mert az új osztás köz megadásával együtt az utolsó vagy a legfelső osztás köz mérete is megváltozik, azért, hogy a függönyfal teljes mérete ne módosuljon. A megjelenés módok közül a méretek szerkesztése opciót választva lehetőségünk van három dimenzióban az osztások eltolására.
Ha a tokosztások szerkesztését választjuk, akkor a bordákat és lizénákat törölhetjük. Ha pedig a nyitási módok szerkesztésére kattintunk, akkor az egyes borda közök nyílászáróit tudjuk állítani. A saját függönyfalunk szerkesztéséhez menjünk vissza a tokosztások szerkesztésére, és töröljük a nem kívánt bordákat. Ezután visszatérhetünk a nyitási módok szerkesztésére. Itt választhatunk nyíló, bukó, bukónyíló, illetve ezeknek a dupla szárnyú kombinációi közül. Lehetőségünk van nyitásirány választására is. Most váltsunk vissza nézetmódba. Mivel a részletes profilok használata lassítaná az ArchiCAD működését, alapbeállításban az elemek egyszerű módban jelennek meg. Azonban a nyílászárók és függönyfalak esetében is lehetőségünk van többféle megjelenítési mód közül választani. 2D-ben választhatunk az 1:100, 1:50 és 1:1 kidolgozottságú alaprajzi jelek közül, míg a 3D-ben egyszerű és részletes módot találunk. Az egyszerű mód látszólag nem sokban különbözik a részletes módtól, de mivel a metszetet az ArchiCAD a 3D kép alapján generálja, ezért csomópontok aprólékosan kidolgozott részletek metszetek készítése esetén állítsuk át a 3D megjelenítést részletesre. A gyártói megoldás egyik fő haszna, hogy saját előre kialakított konszignációs sablonnal rendelkezik, amiben könnyen beírhatjuk azokat az értékeket, amelyek a nyílászáró pontos konszignáláshoz szükségesek. A konszignációs sablon a gyártói kérések alapján az ő elvárásaiknak megfelelően lettek kialakítva. A konszignációs sablon összegyűjti a terven található Aliplast nyílászárókat és automatikusan kilistázza azok tulajdonságait. Az olyan jellemzőket, melyek nem következnek a nyílászárók függönyfalak alapbeállításaiból, a tárgy beállítása ablakban a lista paraméterek lapon lehet megadni. Itt tudjuk meghatározni többek között a különböző kiegészítőket, mint például a pánt, az ár vagy a küszöb típusát, illetve hogy milyen követelményeknek kell megfelelni az adott nyílászárónak, tűzgátlás, füstgátlás, hanggátlás, stb. Ugyanitt egyedi megjegyzést is fűzhetünk az elemhez, ami szintén megjelenik majd a konszignációban.
A gyártói nyílászáró könyvtár használatával tehát változatos formájú és felépítésű nyílászárókat hozhatunk létre, és a tervünkben így valós profilú és méretű ablakokat, ajtókat és függönyfalakat jeleníthetünk meg. A megoldással kapcsolatos további információkért keresse fel az Aliplast honlapját.